ez azt hiszem az Egyházmegye talán legnagyobb temploma, de mindenképpen az egyik legnagyobb temploma. A sajtó nyilvánossága előtt ismertették a Váli templom külső és környezeti megújításának tervét a székesfehérvári püspökségen. A mintegy 600 milliós beruházásról Spányi Antal megyés püspök és Dózsa István püspöki vagyonkezelő adott tájékoztatást. A főpásztor ismertette a templom történetét, amely indokoltá tette, hogy a község kiemelt jelentőségű épületének renovációja elinduljon. A Váli templom egy különleges értéket képvisel a maga klasszicista stílusában megépített monumentális méreteivel. Az Egyházmegye egyik igen jelentős temploma, és az egész magyarországi építészetnek is egy jelentős értéke. A kormányzatnak a támogatásával és az Egyházmegye hozzájárulásával tudjuk ezt az épületet úgy rendbehozni, hogy legalább most első lépésben külső látványt tudjuk szépé tenni, a templom környezetét tudjuk megújítani, hogy ez ne csak a templomba járó emberek örömét szolgálja, hanem mindazoknak is legyen öröm, legyen látvány, akik Válba és a Váli völgybe látogatnak, mint turisták. Hálásak vagyunk a kormányzatnak, ezért a nagy lelkű támogatásért, amellyel nem csak mint egyházi épületet, hanem kultúrtörténeti, a település számára jelentős épületet tudnak megújítani, és így úgy gondolom, hogy az egész ország gyarapszik ezáltal. Dózsa István püspöki vagyonkezelő elmondta, a magyar kormány 8,3 milliárdos támogatást nyújtott, hogy az Egyházmegye kiemelt beruházásait ebből az összegből megvalósíthassa. Ezek a fejlesztések 4 pilléren állnak, egyrészt oktatásfejlesztésre, iskolabővítésre, templomok felújítására, közösségi terek létrehozására, illetve egyházmegyei és országos jelentőségű nagy zarándokhelyek fejlesztésére szánják a befolyt összeget. Azért fontos számunkra ez a beruházás és kiemelt projektünk, mert szépen megvalósítja ez a beruházás az, hogy az nem pusztán csak egy szűk közösségnek az igénye, szűk közösségnek a célja, hanem ez egy egymásba ölelő projekt. Egyrészt szolgálja a helyi közösségnek, a templomba járóknak az életét, hiszen mindig szép dolog, vagy mindig örömteli dolog bemenni egy szépen felújított templomba. Ugyanakkor ez a templom, ez túlmutat a helyi katolikus közösségen, hiszen a település képet, Vál települését is meghatározó, a település központjában lévő templomról, monumentális templomról van szó. De azt kell mondanunk, hogy ez még Vál települést is meghaladja, hiszen egy turisztikai beruházás is, hogy ott a környéknek, a Vál völgyét ez a beruházás segíti abban, hogy többen mennek el, keresik föl azt a vidéket, és néhány időt, néhány napot akár eltöltetnek azon a helyen. Az eseményen részt vett Teseli Zoltán országgyűlési képviselő, aki köszönetét fejezte ki a kormánynak és az egyházmegyének a támogatásért, amellyel hozzájárul, hogy megmentődjön a templomépítő Ürményi család egyik váli öröksége. Váli templom, amely hát Fejér megye egyik, vagy a legnagyobb temploma, és az ország 7. legnagyobb temploma. Nyilván nehéz elvárni a Váli közösségtől, de úgy gondolom, hogy az egyház megyétől is, hogy ezt a méretű templomot ebben a kis faluban tudja kezelni a megfelelő súllyal. Ezért nagyszerű dolog, hogy Magyarország kormány ezt felismerte, miniszterelnök úr Orbán Viktor ezt felismerte, és 2016 végén az egyház megye 8,3 milliárd forinthoz jutott, amelynek egy része ilyen egyházi ingatlanok felújítását szolgálja. Választókerületben 2 jelentősét is, és hát külön köszönet még megyés püspök atyának, aki ezt a vára jutó 500 milliós forrást közel még 100 millió forinttal egészítette ki. Bektor Tamás, Válközség polgármestere, a váliak köszönetét tolmácsolta a jelenlevőknek, és elmondta, a környék polgármesterei a Vál völgyét kiemelt turisztikai értéknek tartják, amelybe szorosan illeszkedik a turisták által méltán látogatott hatalmas templom felújítása. Örülni kell, hogy az a maroknyi
mélyen vallásos ember, akik eljárnak a templomba, misékre, részt vesznek az egyház életében, azok tulajdonképpen abszolút örülnek egymás sikereinek. Ez egyébként pont a héten aktuális is, hiszen ökumenikus imahét van, és ma a reformátusoknál, holnap pedig a katolikusoknál lesz közös istentisztelet. És hogy hogyan illeszkedik ez a falu életébe, illetve terveinkbe? Hát szerves részét képezi természetesen. Tehát az űrményi örökség, így a kastély, a templom, a mauzóleum nekünk nagyon-nagyon fontos. Szeretnénk, hogyha mind a három épületet meg tudnánk újítani, és hát mondhatom azt, hogy 8 éve azért küzdünk, hogy végre eljussunk erre a pontra. A tájékoztató zárásaként Spányi Antal megyés püspök, valamint Donajó Diana, a kivitelező cég képviselője, az Artemis és Szófia építőipari Kft. Ügyvezetője aláírták a kivitelezési szerződést.